egy híre béna. Csak ha jön a harmadik sor is, hogy meglegyen a matek. Aztán kiteszed a lelket, s melózol meg indogált, és vére lépsz néha. Aztán egy szép napon kitör a csomagolás. Mire kettőt rész már üres a lakát. És viszi a bútor, meg az asszony, és viszi a pénzt, meg az asszony, és viszi a könyveket, és miért van állam az én, meg az asszony, és viszi a gyereket, meg az asszony, és viszi a pénzt, meg az asszony, és viszi a helyet. És két napig a kávétányba hozzád. Aztán félre ért egy mondatot, és visszaáll a háborús helyzet. Ő jelenti, hogy elköltözik, ettől se jó a kedve. Aztán egy szép napon drámai a hangra. Egy pillanat a hang. Megy az asszony, viszi a frigider. Megy az asszony, és viszi a pénzt. Megy az asszony, és viszi a poharakat. Vigyázz van állam az én. Megy az asszony, és viszi a csillát. Megy az asszony, és viszi a pénzt. És viszi a grill sütőt, egy tehére úton a ház előtt. A szállt szép napon kitör a csomagolás. Mire magadhoz térsz, már üres a lakás. Megkap a levegőt, és drámai a hangulat. Ő megfejtődik egy pillanat a hang. Megy az asszon, és viszi az ágyat. Megy az asszon, és viszi a pénzt. Viszi a pénzeket, vigyázva áll az én. Megy az asszony, és viszi a gyereket. Megy az asszony, és viszi a pénzt. Megy az asszony, viszi a heverőt. Egy teher autóban a ház. Megy az asszony. Megy az asszony. Olyas nem teher autó. Na most tanár úr, most mutasd meg a 4-1-et, légy szíves, mutasd meg, hogy a közösség...